big boom. Sorcsijátokat, akkor csekkoljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Ó, Istenem, már nem nagyon fáradt vagyok, te nem vagy kicsit fáradt? Hát, fáradt vagyok. Jó van, szerintem itt az ideje, hogy lefeküdjünk, nem? Hát igen, aludjunk egyet. Ja, jó van, na akkor jó éjszakát. Jó, hogy szépen most elmegyek. Remélem nem fog felkelni. Jó, csak az alattad. Mit csinál? Menjünk gyorsan. Srácok, hova megy már megint? Na jó, nem, nekem ebből kezd elegem lenni. Na jó, nem. Srácok, elmondom nektek, mi van. Itt van most a barátnőm, és konkrétan minden este kimegy valamiért a házból. Minden este kiszökik, és valahova elmegy, de soha nem mondta el, hogy ő elmegy, vagy bármi, nem csak úgy kiszökik. Na, ennek itt van a vége most, utána kell járnunk, hogy hova megy, és hogy miért megy el, meg ilyenek. Na jó, nem. Tényleg meg kell tudnunk ezt a dolgot, és srácok, hogy esetleg szurkoltok nekem, hogy kiderítsük, meg esetleg érdekel titeket, meg ilyenek, akkor minden fogja dolgozni, hogy szok fel, meg minden. És hát akkor vágjunk bele, derítsük ki, nagyon remélem, hogy nem csal meg, és nem másik fiú van a dologban, meg ilyenek, de hát majd kiderül. Na jó, nézzük. Elfele ment, szóval valamerre erre kell lennie. Nem tudom, hogy melyik ház ment, azokon nem láttam, de valamerre erre fele ment el. Ott egy ház, ott van bent valaki. Ott van bent, ha jó, váltok, nézzük meg itt kint az ablakból. Mit csinál ott bent? Mit csinál? Mi ez a ház? Ez olyan full véres ház, na jó. Ide muszáj bemennünk, muszáj. Halló, állj meg! Na, Tomi, mit keresem itt? Te mit csinálsz itt bent? Hát, semmit. Te miért mentél? Na jó, nézzük meg ezt a házat. Ne nézd meg, Tomi! Te gyilkos vagy? Jézusom! Te miért ölted meg őket? Hallod? Azért kellett megöljem, mert most adom valamit neked. Mivel hogy egy titkos, úgymond ügynökségnél dolgozom. És hát, muszáj volt őket megöljem. Te ölted meg őket? Hát, egyrészt igen, egyrészt nem. Értem, szóval te bűnöző vagy, vagy mi van? Titkos ügynök? Milyen titkos ügynökség? Hát, titkos ügynök, tehát nem tudom, most hát hát csinálna valamit, mondjuk nem tudom, mert kirabolna egy házat, akkor mi titkosan, tehát te nem tudsz róla, mi elkezdünk ott előbb leselkedni, ilyenek. Akkor te nem is, hogy a barátnőm csak kiasztálsz engem, és közben te egy titkos ügynök vagy? Miért van, én szeretlek tényleg? Jól van, és most mit keresel? Vagy tudok neked valahogy segíteni? Hát nem kell, amit, hát az a baj, nem adhatlak be. Jó van, amúgy találtam itt egy iránytűt. Ez véletlen nem egy nyom, vagy nem tudom? Azt adj egy szíves. Mi van, hogyha nem adom oda? Haha, ennyi. Ha nem vissza, légy szíves. Nem adom oda? Nem. De, ott nem. Vissza. Jogi, már, de ütöges, da. Ideig még soha nem volt ennyire izé. Na jó, figyelj, segítek neked, oké? Okay? Tehát csak akkor adom neked ezt oda, hogyha segítek neked kideríteni, mert azért mégiscsak féltelek. Azért nehogy már téged is elkapjanak, azt így végez, mint ezek, vagy nem tudom. Érted? Hát... Őket nem kell félteni. Hát az én kezem munkáim voltak benne, meg az egy másik. Oké, segítek neked, odaadom neked ezt, hogy segíthetek. Nem. Hát jó, akkor elmegyek egyedül az iránytű irányába. Jó, mondjuk hál' Istennek, most se tudod egy gyorsan megkeresni. Hát jó, van, oké. Akkor mindegy. Te tudod, szia! Jó, ha menj, Tomi, nem arra kell menni. De erre mutat az iránytű. De nem arra kell menni. Miért ne kéne erre menni? Erre kell menni, Tomi! Miért? Mondom, hogy nem erre kell menni. Ott jó, akkor mutasd, hogy hova kell menni, jól van. Nem, ha menni, jó? Hát arra. Arra kell menni? Igen. Én nem bízok benne, hogy arra menni irányába. Jó, Dani! Aha, igen, nem erre kell menni, akkor mi ez a barom? Az nem az a semmi, a semmi. Aha, jól van. Oké, de ütöges már, nyugi már, na. Nyugyalom. Kivégezlek téged is. Mi az, hogy kivégzel? Na, hát én csak segíteni akarok neked, próbálom elkapni a de ne segítsél! Ne ütöges már! Szétütöges. Nyugi már, na. Szóval, mondjad, mit szeretnél akkor, mit csináljunk? Hát nem menj be, menjünk vissza házba, és aludjunk inkább. De hát, itt vannak elvileg bent a rossz fiúk, vagy nem? Vagy nem tudom, miért mutat ide az iránytű. Az nem az. Nem az? Nem. Oké, akkor bemegyek. Ne menj be. Miért nem? Na, ne menj be. Nyugi, csak benézek ide, hogy mi van itt bent. Ne menj be. Aha, van itt valami kis barlangféle. Ez itt semmi, erről nem szóltatom? Hát itt nincsen semmi, hát látod, itt csak egy kis barlang van. Jó van, oké, azért egy kicsikét, mi itt van kettő kar? Miért van itt kettő kar?
Meghúzom. Ne húzd meg! Ne húzd meg őket! Jó van, nyugi. De amúgy sem működik, ezt hanem el van romolva. Vagy nem tudom. Miért nem működik ez a kar? Nem nincs semmi. Ja! Ojaj! Mi történik itt? Jó van! Befelé a börtönbe vagy véget? Mi van? Ne! Én? Mi? Ne! Mit csinálnak? Srácok, mi történt? Aldrin elkaptak! Ne, várjál, mindjárt visszajövök, úristen! Elkapták most komolyan? Na jó, nem már! Ez, de... Na jó, oké, srácok, figyeljetek, eljöttünk valami titkos, nem tudom milyen cuccnak a bázisába valami bűnszervezetnek, akik gondolom, hogy nem tudom rosszak. Ott van a bűnöző. Ahogy látom, becsmesükte az ajtót konkrétan, ó, istenem. Szóval eljöttünk egy ilyen bűnszervezetnek a cuccához, és akkor bezárták a barátnőmet. Jézusom! Na jó, oké, valahogy muszáj kiszabadítanunk, muszáj neki segíteni. Valami, gyere, vízzák, megvárom! Jézusom, na oké, mennünk kell, srácok. Légy szíves, adjatok nekem az erőt, muszáj kiszólítanunk, és muszáj győzzünk a rossz fiúkat. Légy szíves, dobjatok egy hatalmas lájkot, és feliratkozást 3-ra. 1, 2, 3, és gyerünk, itt van az erő, itt van a power. Meg kell mentenünk, gyerünk. Go, gyerünk be. Hello, na mi van? Na mi van? Hello, na mi az a gyengé? Meg kell gyerünk, Dani! És hát nem tudom, gondolom, hogy, ja, mindegy. Na gyerünk, elkaplak, ennyi, easy vagy, csá, easy, na, mi az? Na mi az? Engedd ki! Jó, nyugi már, ne ütögesd, na, nyugalom, van itt valami cucc, hát nem nagyon, itt van egy kis izé, te segít egy kis víz, idd meg, ez segíteni fog. Köszönöm! Na látod? Mégiscsak tudtam neked segíteni, mégiscsak szükséged volt a segítségedre. Hoppá! Látod, mit dobtam? Hát azt szerintem, várjál, jó van. Várjál, nézd, azt lát... Na. Köszönöm! Na jó, oké, gyere, kiengedtelek, szabad vagy, és szerintem köszönöm meg azt, hogy segítettem neked. Köszönöm, Dami, innentől kezdve megígérem mindent, el fogok neked mondani. Hát eléggé jó lenne, hogyha mindenbe beavattál és nem titkolzál előttem, na jó, gyere, menjünk haza, jó? És ezt a izét, ez akkor most a rossz fiúk bázisa, vagy ez mi ez? Hát látom. Hát jó, oké, figyelj, befedem, azt nem fog senki rátalálni, aztán majd holnap reggel kiívod a erősítést, vagy mit tudom én, hogy szeretnék ez ilyenkor működni. Aztán menjünk akkor haza, többet nem titkolózol, nincsenek ilyen titkolózások, meg ilyenek, meg ja, és akkor szépen menjünk haza, és akkor feküdjünk le, és akkor végre aludjunk normálisan, és remélhetőleg többet nem lesz ilyen, hogy esténként kiszakaszt itt, hagy engem, meg ilyesmi. Szóval, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy tudtok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, meg minden, és akkor találkozunk a következő videóban. Kezdjük a következő videót a... na májtok, vagy a Dani Minecrafton, vagy a Dani Kalandokon, ott találkozunk, és akkor boldog új évet, és ilyenek. Sziasztok!